Sziasztok, üdvözlünk titeket, ez itt a legújabb filmes. Ahogy az előző részben említettük, rengeteg premierünk érkezett a moziba, és 2-3-ot meg is néztünk a Petivel, ezekből szeretnénk szemezgetni, illetve kiemelni az Uncharted címűt, amin mind a ketten voltunk. Így van. Megnéztük, és hát hasonló véleményen vagyunk, bár Peti egy picivel rosszabbon, mint én. Igen, egy kicsit szigorú vagyok a filmmel kapcsolatban. Ugye ez egy ilyen modern kalandfilm, Indiana Jones és a Tomb Raider nyomdokaiban, ugye videójáték adaptáció, ami eleve egy kicsit ilyen Tomb Raider klón, és a Tomb Raider meg maga a Indiana Jonesnak egy ilyen női változata. Igen. És nekem ez volt a bajom a filmmel, amúgy szerintem egy jól megcsinált film, jól van kamerázva, jók a szereplők, Tom Holland. Jók az akciók is. Jók az akciójelenetek, bár szerintem lehetett volna több. Csak pont ez a bajom a filmmel, hogy egy kicsit a másolat másolatát látjuk, és néha zavaró volt. Én úgy gondolom, hogy ha egyik klisét belerakunk egy filmbe, akkor jobb, hogyha egy kicsit önreflexív. Tehát, hogy vannak ezek a klisék, akkor egy kicsit kikacsintunk a nézőre, hogy mi is tudjuk ám, hogy ez egy olyan film, amit már láttunk 120-szor. Ahhoz képest, hogy ez egy ilyen tipikus kalandfilm, amúgy jól összerakott valami, a Sony ugye ő pénzelte a filmet, és most ők ilyen PlayStation univerzumot akarnak építeni, mert rájöttek, hogy van egy csomó IP-jük, van egy csomó címük, amiből lehetne filmet adaptálni, és ezzel is terveik vannak, és ez is zavart egy kicsit a filmben, hogy érződött rajta, hogy jó, de majd a második rész jobb lesz, mert akkor még a szereplők jobban összeszoknak, és majd de én nem akarom a második részt, hogy jó legyen, szerintem legyen jó az első. És hogy egy picit PlayStation reklám az egész. Egy kicsit PlayStation reklám, és az jól is megy a Sony-nak, és akkor azt akarja, hogy a mozis divízió is jó legyen, és akkor ezt gondolom áru kapcsolnak, de... Én értelek téged, és abszolút egyetértek a kritikával is, de az nem veszem ennyire szigorúan, mint te, ugyanis nekem tetszett a film. Annyi, hogy én nem néztem annyi akciófilmet előtte, vagy kalandfilmet előtte, és így kisebb a viszonyítási alapom. Viszont mondom, számomra a színészek jól alakítottak, az akciók igaz, hogy a végére volt az utolsó, egyharmadára volt hagyva szinte minden, de akkor is jók voltak, és pörgős film volt. Abszolút élvezhető. Az a lélegzetállító finálé, azt tényleg egy kicsit kárpótolt, viszont ahhoz képest szerintem egy picit gyér volt az eleje. Szóval, hogyha ilyen, oké, lehet így is, hogy akkor full klisés filmet csinálunk, oké, aláírom, de akkor viszont tömjük tele akciójelenettel, legyenek mindenféle ugrok, zuhanok, robbanok, igen, és igen. Én ebből egy kicsit keveset találtam, és az a röpülős akció, ami a trailerben is benne volt, az szerintem az nem volt annyira meggyőző. Nem, meg az egész trailer arra épül. Igen. Hál' Istennek mondom, az utolsó fél óra az teljesen oké. Hozta. Na de vannak új érkező filmeink is, mint azt a moziba a trélerek közt ki is szúrhattad. Kezdődik lassan az új Batman. Hát igen, szerintem ezt a filmet várja mindenki legjobban ebben az évben, vagy legalábbis a márciusi időszakban. Nem is lesz túl sok konkurenciája neki. Kicsit azt várják a filmesek szerintem, mind a pókember, amit csinált, hogy koronavírus, meg minden mégis rekordokat döntögetett a kasszáknál, úgyhogy bátran a moziba küldték az új Batman-t. És hát ez nagyon érdekes dolog. Kicsit megmaradt a Christopher Nolanos vonalon, kicsit ilyen sötét valami. Lecserélték ugye a színészt, Christian Bale helyett, és a Ben Affleck, ugye ő is volt Batman, most Robert Pattinsont láthatjuk. Sokan nem értenek egyet ezzel a döntéssel. Nekem nincs vele sok bajom, szerintem egy jó színész. Meg volt már vámpír. De nevér vámpír, ja, nagyon jó összekötés, bár szerintem ez semmi köze nincs hozzá, de szerintem ő egy jó színész, és egy kicsit új vizekre is eveznek, mert nem is kötik össze ezekkel a szuperhősös filmekkel, mind az Igazságligája vagy a Wonder Woman, hanem ez egy ilyen új ág, mondom, kicsit ez a Nolanos, kicsit ilyen új, kicsit fiatalabb a Batman, kicsit tapasztalatlan, állítólag a Matt Reeves, aki a filmet rendezte, azt mondta, hogy kicsit detektív is lesz. Én mindig ezt hiányolom, mert a világ legjobb detektívjének szokták hívni a Batman-t, és soha nem nyomoz. Hát az a legjobb a képregényekben, és azt szerettem, mikor nyomoz, és akkor aztán leleplez valakit. Ilyen kicsit ilyen Sherlock Holmes-szerű figura amúgy Batman. Okos, gazdag, ügyes, de amellett persze ugrál a tetőkön bőrszerkóba, tehát egy fura figura.
Hát ehhez képest a eddigi Batman filmekben inkább akció volt előtérbe helyezve. Na most itt is az lesz, mert a trailerben 400 robbanás van per másodperc, és azért a Matt Reeves múltja is aggodalomra ad okot, ugyanis eddig két majmok bolygója filmet rendezett, és ő írta a Steven Seagal csodálatos Száguldó erő című filmet, ami az Úszóerődnek a folytatása, ami hát, na, de most mindenki állítólag el van ájulva ettől a forgatókönyvtől, amit ő rittyentett, úgyhogy ő is írja, meg ő is rendezi Matt Reeves a filmet. Meglátjuk. 3 órás, úgyhogy szerintem ne ígyunk a film alatt, mert ezt nem lehet kibírni. Ez egy rohadt hosszú film lesz. Veled ellentétben én nem a Batman-t várom jobban, hanem a The Last City című filmet. A trailer alapján legalábbis igazi sztárparádé és ilyen vígjáték akció, amivel inkább a vígjáték érvényesül. Sőt, inkább egy kalandú vígjáték. Az elveszett város, ugye, a főszerepben Sandra Bullock és Channing Tatum. És a mellékszereplőkben meg olyan zseniális színészek tűnnek föl, mint Brad Pitt, vagy pedig Daniel Radcliffe. Úgyhogy ez egy ilyen tipikus limonádé film, ahol a barátnőnkkel elmegyünk, másfél óra alatt jól szórakozunk, tehát nagy elvárásaink nincsenek vele. Kicsit hasonlít az Uncharted-re ilyen szempontból, egy ilyen kalandozós, dzsungelbe mászkálós valami lesz benne, és szerintem egy kicsit a bújtatott remake-je a Smaragd Románca című filmnek, ami szintén a Indiana Jones-t másolja. Kicsit visszatértünk. Amíg az Uncharted kapcsán még azt hiszem annól mondtam, hogy milyen kevés kalandfilm készül, ugye volt ez a Smaragd Románca régebben, vagy a Múmia, vagy a Nemzet Aranya, és ilyen egy-két évente kapunk ilyen kalandfilmet, és talán ez az elveszett város ez azért is érdekel, és én is el akarnák rá menni, és örülök amúgy, hogy neked tetszik ez. És azért is érdekel, mert talán helyrehozza azt a hibát, amit a dzsungeltúra elkövetett, hogy ilyen gagyi kisgyerek film, ilyen Disney-s látványosság lett bele, és itt talán többet foglalkoznak a karakterekkel, és egy kicsit viccesebb, és egy kicsit önironikusabb is lesz szerintem a film, és hát lesz benne Brad Pitt, és hát annyira menő a trailerben. Igen. Ezeket a filmeket amúgy tipikusan manapság Netflixre vagy Amazonra szokták küldeni, de talán ez a szereplőgárda ad neki egy kis rangot, ami miatt mégiscsak egy mozifilmet tudunk nézni. Elmehetünk együtt. Simán. Vállalom. Érkezik még az Ambulance, remélem, hogy jól mondtam, ami egy ilyen bankrablós, akciós, kőkemény film végül is, drámával megtüzdelve. Nem tudom, nekem ez annyira azokra a régi filmekre emlékeztet, amikor az egész egy akció volt az egész film. Hát, mint például a Féktelenül. Pontosan ez jutott róla eszembe, csak itt egy mentőautó helyettesíti a buszt. Igen. Ez a Rohanmentő című film, ez egy dán azonos című filmnek a remake-je, tehát ez egy feldolgozás, bár ez a dán film, ez 80 perces, és annak az volt a mottója, hogy csinálnak egy filmet, ami egy helyszínen játszódik, real time, tehát valós időben történik, tehát 80 perc alatt játszódik le a film maga is, és 4 szereplő van benne, 2 ilyen bankrabló, és a túszok az autóban, van egy ilyen sérült, meg egy orvos, vagy egy nővérke. Nővér, igen. Ez a film amúgy szerintem egy jó alapanyag, tényleg tipikus 90-es évek akciófilm, viszont azok jók voltak, akkor meg miért ne csináljanak? És a Michael Bay rendezi a filmet, aki már így 2022-re szitokszóvá korcsosult, vagy nem is tudom, vagy romlott szegény, pedig amúgy szerintem egy nagyon jó rendező, nagyon érdekes, ha valahova kiírják, hogy Michael Bay, akkor mindenki sikítva menekül, mert általában ezeket a Transformers filmeket szokta csinálni, amivel nagyon elrontotta a hírnevét, de azért ne felejtsük el, hogy csinált egy ilyen Pain and Gain-t, vagy egy Szigetet, ami szerintem szintén jó film, úgyhogy én imádom Michael Bay-t, szerintem nagyon jó látó, úgy nem lát senki, ahogy ő, oké, hogy rossz filmeket csinál, de vizuálisan nagyon jó, és én nagyon várom ezt a Rohanmentőt, mert szerintem ez egy jó film lesz, és Jake Gyllenhaal a főszereplő, akit meg ne felejtsük el, hogy ő azért föl tudja hozni a filmeket. Hát elérkeztünk utolsó filmünkhez, ami a Fortune hadművelet címet viseli, ami szintén egy ilyen akciófilmszerű... Igen, mondjuk, hogy az. Ez egy kémparódia, vagy egy akció-kémvígjáték, és tetszik, hogy nagyon szkeptikus vagy ezzel a filmmel kapcsolatban. Ugye Guy Ritchie rendezte a filmet, és... De Jason Statham a főszereplő. És Jason Statham a főszereplő. Azt hozzá kell tenni, hogy a Guy Ritchie-t azt néha temetjük, néha meg exhumáljuk, ugye? Hogyha csinál egy ilyen Aladdint, akkor legjobban temetni szeretik az emberek. Ha meg csinál egy ilyen, mondjuk a gentle, úri embereket,
Akkor meg szoktuk egy kicsit éltetni, hogy azért abban még van egy kis spiritus a Guy Ritchie-ban, és nagyon érdekes, a legutolsó filmje pedig az Igazán dühös ember, az pedig egy nagyon érdekes film volt, szintén Stathammel, úgy látszik, hogy kicsit visszatért, vagy újra öribarik, vagy nem tudom. És visszatért egy kicsit Stathamhez, Ritchie, az alapokhoz, ugye, mert ő vele kezdte a pályafutását. Ha valaki ki tudja hozni a Stathamből a színészt, mert ugye ő egy karakter, ő nem egy színész, az maga Guy Ritchie. Úgyhogy én viszont nagyon várom veled ellentétben ezt a Fortune hadművelet, a Nagy Átverés című filmet, mert ez egy ilyen James Bond paródia lesz, de ilyen igazi kretén módba fog játszani benne Jason Statham, ami szerintem nagyon jól áll neki, ugyanis ő egy ilyen akció ikonnak van kikiáltva, de igazából szerintem ő egy rohadt jó komikus. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces fickó, és ez a film vicces lesz, és akciós, üldözős, James Bondos, és ha csak fele olyan vicces, mint az Uncle embere, amit szintén a Guy Ritchie rendezett, akkor szerintem ez egy szuper film lesz, úgyhogy majd beszélünk róla, miután láttuk, hogy mondhatod, hogy bocs, Peti, szerintem tényleg kicsit tartott tőle, Peti, de meggyőztél, úgyhogy megnézem. Én ezt várom a legjobban az összes film közül, amit most felsoroltam. Na jó, legyen igazad, tényleg, bízom benned, hajrá, legyen úgy. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, reméljük, hogy a moziban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!